Szeretettel üdvözlöm a Weekend nézőit, ígérem a mai adás is nagyon színes lesz, sok témával készültünk. Itt lesz például egy BMX versenyző és egy tehetséges lovasportot űző kis hölgy is. Először azonban mutatunk egy kis részletet a Sustói Múzeumfalu március 15-i programjából. Csattogott az ostor a Sóstói Múzeumfaluban március 15-én. A hivatalos szezonnyitó rendezvény a huszárok felvonulásával kezdődött, később pedig még a kislányok is szívesen megfigyelték közelről, hogyan kell ágyút takarítani. Már több hónappal ezelőtt elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehet az a téma vagy tematika, amivel a Sóstói Múzeumfalu szezonnyitását megejthetjük, és általában ez egy csapatmunka, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindig vannak tapasztalataink a rendezvényeink során, amelyeket megpróbálunk hasznosítani, vagy újra hasznosítani a következőkben. Tehát azért azt gondolom, hogy folyamatos szervezés egy-egy programnak a kialakítása. Az ágyú mögött és a lovak hátán a Kisvárdai Huszár Bandérium tagjai mutatták meg a múzeumfalu látogatóinak, milyen volt 1848. A 11-es számú székely határőr huszár ezrednek a mintájára jött létre az egyesület. Ez a huszár ezred Erdély területén ilyen területvédelmi, határvédelmi feladatokkal volt ellátva. Hát mivel mi itt vagyunk a keleti határcsücsökben, ugye Kis-Magyarország legkeletibb határszélén, ezért bátorkodtunk ezt a egyenruha rendet magunkra ölteni. Ebből a célból, hogy a határvédelem mennyire fontos, kiváltképp ugye napjainkban van némi aktualitása. Mikor elindítottuk a munkásságunkat, akkor küzdenünk kellett nem keveset. Hála Istennek nagyon sok irodalom áll már a rendelkezésünkre, amit fel tudunk kutatni. Eredeti szabályzatok vannak, amiben némi fordítás után, ugye, mert ezek német nyelven íródtak többnyire, megvan a megoldás arra, hogy hogyan tud kinézni egy hiteles hagyományőrző huszár. De hogy ne csak magamról beszéljek, azért vannak itt rajtunk kívül tüzérek és a gyalogságot is képviseli néhány fiatal, úgyhogy mind a három hadnem képviselve van, ami akkor tájt is 48 és 49 táján sikereket tudott aratni. Nem egyszerű a dolgunk, tehát figyelni kell minden apró kis részletre. Vannak nagyon vájszemű kritikusaink, akik fel vannak arra készülve, hogy a legkisebb hibára is ráugorjanak, de azért mi csináljuk, és hát ugye aki dolgozik, az többnyire hibát is vét, de azért vagyunk, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk küszöbölni. Ugye itt elhangzott az, hogy fiatalok is vannak ebben a bandériumban. Mennyire nehéz őket bevonni egy ilyenfajta hagyományőrzésbe? Mai világban a lovas sportok azok a legnagyobb tisztelettel mondom, el vannak egy kicsit női esedve, ami nem baj, mert nagyon ügyesek és nagyon talpra esettek a hölgylovasaink, viszont ugye a katonai hagyományőrzésről lévén szó, ide kifejezetten férfiakat, fiúkat, fiúgyerkőcöket szeretnénk beverbuválni, beintegrálni ebbe a történetbe. Nem egyszerű dolog, hát ugye a mai kor vívmányai elcsalják a gyerkőcöket, tehát a digitális világ az hihetetlenül, hogy is fogalmazzak, kártékony ilyen szempontból. Nagyon nehéz őket fölállítani a számítógépes világ mellől, és elcsalogatni, hogy hát igen, itt élő állatokkal dolgozunk, és egy komoly katonai múlttal rendelkező hagyományápolás, hagyomány megélés az, amit mi kifejezetten elhivatottságnak tekintünk. És hát ebbe a fiúgyermekeket becsalogatni nagyon nem egy könnyű dolog. Az ünnepi rendezvényen a Görbeszék Társulat is műsort adott a központi templomban, az Úristen letekintett a földre címmel. Szára vagyok rózsál, nem sas némel, csárdás tarifámra tesztem a nyelget. Ígéret a császár, komisz kenyeret, mégis csak az mondom, homcuk a német. Ígéret a császár, komisz kenyeret, mégis csak az mondom, cudar a német. Oldalamon kardja van, tajtik a pipám, szépes csákómon lekapok rétám. Sejem szőrű loha, százor anyag ér, a rövid a párta, bőrbe nem fér. Sejem szőrű loha, százor anyag ér, a rövid a párta, bőrbe nem fér.
változást akart. Forrongott Európa. 1848. február 22-én Párizsban kitört a forradalom. Március 3-án folytatott beszédében Kossuth Lajos szót adott törekvéseinek független magyar bank felállítását, a honvédelmi rendszer átalakítását, jobbágy felszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. Tekintsünk egy kicsit előre a programokat illetően. A következő percekben Iványi Tamással beszélgetünk arról, hogy Vásáros Namiban milyen programokkal készülnek az idén. Jó estét, szervusz! Szép estét mindenkinek! Hát, hogy a Vásáros Naményi könyvtárat célozzuk meg most itt a kis virtuális utazásunk első etapjaként, de mielőtt erről beszélgetünk, egyáltalán hogy érzed, hogy mennyire tud ma egy vidéki művelődési ház vagy egy könyvtár valóban az emberek fejében, gondolkodásában egy picit változtatni adott esetben, vagy mennyire tud egy olyan kulturális kínálatot adni, ami egy kicsit kizökkenti a mindennapok taposó malmából. Hát nem olyan könnyű időszak ez, bár valószínű, hogy a történelemben mindig azt mondták, hogy nem olyan könnyű időszak ez. Nyilván minden kornak megvannak a nehézségei. Hát most van például olyan komoly nehézség, ami éppen speciál minket nem sújt. Megyében nagyon sok intézmény nem tud kinyitni. Mi viszont egy fűtéskószerűsítés miatt nem használunk gázt, tehát mi abszolút tudunk üzemelni a művelődési központtal. A könyvtár egy kicsit nehezebb helyzetben van, egy intézmény a kettő. Uh-huh. Hát egyébként pedig ugye a technikai robbanás, a kütyüknek az elterjedése azért egy kicsit nehezebb helyzetbe hozza a hagyományos formákat. Van egy olvasóklubunk, ahol havonta egyszer összeülünk, és egy könyvről beszélgetünk teja és ropogtatni való mellett, és azért itt is megesik, hogy van, aki már e könyvben olvassa, vagy hangos könyvben meghallgatja inkább a könyvet, mint hogy papíralapon. Én ebből a szempontból konzervatív vagyok, én az újságnál is hiányolom, ha nem zörög az ujjaim között, okay. Tehát ez én generációnál ez valószínűleg így van, miközben a gyermekeim és pláne az unokáim generációjánál pedig már teljesen csak az elektronikus adathordozás jöhet szóba. Emiatt aztán egy kicsit a Covid is hozta ezt, mi is elkezdtünk nyitni online megjelenések felé jobban. Tehát csináltunk olyan performanszokat, versfeldolgozást, ünnepi köszöntőt, ami már inkább a YouTube-ot célozta meg, és hát úgy tűnik, hogy nekünk ez nagy kaland, és élveztük, de hát azért nem tudunk teljesen e felé elmenni, hát ez a mi generációnk, ez már így, valószínűleg már így megy ki a képernyő szélén valamikor. Amellett hát mindenki ezer nyüggel, bajjal küszködik, de hát eszembe jut a Kékszakálló Herceg vára prológiából, minden világ bajjal tele, de nem abba halunk bele, urakasszonyságok. Tehát attól függetlenül, hogy milyen gondok, bajok vannak a világban, attól még lelkünkben nyílnak terek, és azt tapasztaljuk, hogy amire van igény, az a helyi közösségi közösség formálás, szóval a helyi érték az nagyon felértékelődött. Most volt 7-én egy nőnap előtt egy olyan kiállításunk, ahol kimondottan környezetünkben élő amatőr női alkotóknak a munkáiból állítottunk ki, és az érdeklődés akkora volt, hogy alig fértünk el, tehát úgy tűnt, hogy néha egy helyileg fontos esemény az jobban megmozgatja a közösséget, mint hogyha egy országos hírű művészt hívnánk. Egyébként is azt gondolom, hogy a nehéz idők azok tulajdonképpen olyanok, mint egy ilyen vitamin oldat a művészetek számára, és olyankor
szökkennek szárba gyönyörű alkotások, akármelyik művészeti ágra gondolok, amikor a fájdalomból kovácsolnak valamiféle szépséget. Úgyhogy egyrészt ez egy pozitívum is lehet, és ugye minden attól függ, hogy honnan tekintünk rá, már megítélés szempontjából. Másrészt viszont, amit mondtál, hogy bizonyos formák leáldozóban vannak, vagy átalakulóban, lehet, hogy teljes mértékben elvesznek, és át kell adni a helyet az elektronikának, vagy a kütyüknek, de ilyenkor nekem meg mindig eszembe jut ez a Cinema Paradiso, vagy Cinema Paradiso című film, ahol ugye már eltemették a mozit ezelőtt, a század előn, és hogy mégiscsak van, mert hogy az ember pedig ugye annyiféle, és az emberi lélek, tehát szerintem születnek olyan gyerekek most, akik lehet, hogy 12 évesek, de mégis olyan, mint a század elejéből jöttek volna. Úgyhogy valahol szerintem ennek az ötvözete kell, hogy legyen, és kell egyfajta rugalmasság, hogy ugye ez a generáció meg fel tudja venni a versenyt. Konkrétumokat mondjunk, Tamás, mert nagyon repül az idő, és persze azt hiszem órákat beszélhetnénk ennek a filozofikus hátteréről. Hát akkor csak ilyen tényleg mondjuk havi egy rendezvénnyel például. Áprilisban lesz egy Zorán koncertünk, amire már nem nagyon hívogatok senkit, mert már gondolom. A pótszékek is el vannak adva, hogy egy szép germanizmussal éljek. Ott április végén egy ilyen majálisra hajazó rendezvényünkkel indítjuk a szabadtéri szezont, ezt mi tavaszi zsongásnak hívjuk, ez az április utolsó hétvégéje, aztán júniusban is már leginkább a szabadtéri programok indulnak el június végén, júliusban Tisza parti település lévén ott mindig van egy sárkányhajó verseny, amatőr sárkányhajó verseny, aztán júliusban a hagyományos nyári rendezvényeink nyomán most egy civil szervezet, a Bereg Ifjúsági Kulturális Szabadidő Szervezet szervezésében, de hát a mi közreműködésünkkel jelenleg egynaposnak tűnő gyermeknap, ez most Bergengócia nevet visel, ami kicsit a mesére is utal, és a Beregre is egy picit. Itt egy Edda koncert lesz majd a fő attrakció, aztán augusztusban kicsit a képzőművészet felé szoktunk kikacsingatni, van egy most már évek óta nagyon jól működő street art táborunk, tehetséges fiatalok egy hétig együtt táboroznak, és a városban többnyire a műfáz valamelyik óriás fal felületét dekorálják, tehát valamit megálmodnak és létrehozzák a képet. Aztán szeptemberben autómentes nap, októberben lesz egy férfikari találkozónk, és egyben egy boros rendezvényhez kötődünk, ez is egy hagyományos rendezvény, októbor a címe, és a férfikaroknak ez talán jól is áll, tehát általában úgy szervezzük, hogy ez a kettő egybeessen. Tamás, nagyon előre szaladtunk. Még a Tamás se jött el, és mindjárt karácsony. Igen, már mindjárt a karácsonynál járunk. Ráadásul meg annyira előre szaladtunk, hogy az időnk is elfogyott. Úgyhogy csak annyit szeretnék még mondani, ha a könyvtárral kapcsolatban mondtad, hogy egy kicsit ott nehezebb a helyzet, viszont májusban Beregi ünnepi hét lesz, és gondolom, hogy a könyvek és az irodalom tekintetében is azért lesz egy kis kínálnivaló. Hát ez egy érdekes dolog, mert a Beregi ünnepi hét az igazából két évente van. Illetve hát hagyományosan ez úgy volt, hogy a közbeeső években, páratlan években Beregszász volt a házigazda. Hát azt gondolom, hogy az eldőlt, hogy sajnos most az ukrajnai helyzet miatt Beregszász nem tud fogadni. Tehát igazság szerint az idén Beregi ünnepi hét ezért nem lesz sem a határ innenső, sem a határ túlsó oldalán, de hát reméljük, hogy jövőre majd nálunk bepótoljuk, amit az idén elmulasztottunk. A könyvtárban azért minden évben egy-két író-olvasó találkozót tető alá szoktunk hozni, és természetesen kedves vendégek, a megyebeliek is, Kürti Laci új kötetei mindig megjelennek nálunk, de a helyi amatőr költők is, hogyha jelentkeznek kötettel, azt is bemutatjuk, de igyekszünk azért mindig távolabbról is
hozni, hát most legutóbb, aki nem jutott el, de még nem mondtunk le róla, Grecsó Krisztián, aki többször volt már nálunk, és reméljük, hogy majd ismét lesz. Tehát igen, mindig azért... tudom, most ünnepli a szülinapját. Hát Isten éltesse őt, innen is kívánjuk neki. Tamás, te is nem régiben egy-két hete ünnepelted a névnapod, úgyhogy boldog névnapot köszönöm kívánunk, szépen. És köszönjük szépen ezt a sok-sok információt. Ígérem, hogy még a karácsonyi programok kapcsán visszahívunk majd össze, úgyhogy amiért beléd folytottam itt a szót, még egyszer találkozunk. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a következő összeállítás egyenesen Tiszabercerről érkezik, ahol a lakosság identitás tudatának erősítése céljából tartottak irodalmi délutánt. A rendezvényen az 1945 utáni kortárs vármegyei költők és írók műveivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A Tiszának partján viradok meg egyszer, hol ifjú értemben jártam sok ezerszer. Besenyei György a Tiszának reggeli gyönyörűsége című verséből is hallhattak részletet a helyiek Tiszabercelen, ahol irodalom és vármegyei identitás címmel tartottak kulturális tea délutánt. A projekt az Itthon Együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben részeként valósult meg. Szerettük volna megmutatni az identitásnak ezt a részét is. Ugye a kultúrával gyakran foglalkozunk, akár a népművészettel, de az irodalom, olyan nagyjaink vannak itt Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, akikre emlékeznünk kell, Móri Zsigmondtól Krúdi Gyuláig, de természetesen a jelenkor költői is adnak át olyan üzeneteket, amelyek mind-mind erősítik azt az identitást, amellyel mi szeretnénk, hogyha foglalkoznának majd az utánunk következő nemzedékek is, hiszen ez az egyik záloga annak, hogy meg tudjunk maradni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is magyarnak. A rendezvényen kortárs írók, költők művei is elhangoztak, amelyekkel például Petőfire emlékeztek. 200 000 kozák, csak potomság. De 2 évszázad súlya, légtere, széljárása formálta az arcom, hogy büszkélkedjen a magyar vele. Ha szólt a szám, az Úr által beszéltem, nyelvem deleje tőle támadott, kivált kép, ha lány fölé hajolva csaltam le az égről a szép csillagot. És amikor az örök Márciusnak riadót vert plebejus szíve, nemzetünket talpra szólítottam, hogy állva lépjen Isten elébe. Nekem nem sikerült elé állnom, s most magához méltó gondja van, nem tudja, hová rendelte testem. Gólya lelkem ezért hontalan. Utóbb Észak-Indiában látták, mély égi szél vihette oda. Rémlettán, hogy nyugszik ott egy Sándor, az írás szerint kőrösi csoma. Erdélyéből ő is elbitangolt, hogy elméjében feltámadt a nap, Tibet zord sziklasíkjain landolt, tudós lett ott, s láma is tapap. Sírkövére ereszkedik lelkem, a tudat csupa rejtély, látomás. Csomamester, mi vár nemzetünkre, ha ránk tör a globális áradás? Sokat írt a megyéről, az itteni eseményekről és karakterekről Csabai László is. 4 novellás kötete jelent meg, amelyek hűen tükrözik, hogy milyen kulturális öröksége van a térségnek. Nagyon fontos hagyománya is van ennek. Talán lehet mondani, hogy Móriccal kezdődött a megye életének és kultúrának a feldolgozása, amely mindig akkor éri el a magaslatokat, hogyha ez a vágyhoz realizmus igény és képesség a realizmusra társul. Móricz mellett még Végantal is nagyon jó volt, de akár még Galambos Lajos is, Balázs József is. Hát persze a tradíciót követem. Nem azért, mert követni akarom, hanem mert meghatározó sok szempontból a környék, és én is hasonló élményeket dolgozok föl. Az irodalmi délután nem csak a hallgatóknak nyújtott különleges élményt, az alkotók számára is visszaigazolás munkásságok fontosságáról. Ha megyében lehet az ember, az mindig külön ünnepet jelent egy év irán, mert nyilván az ember jár az országot vagy határon túl is, és nyilván öröm fölépni mindenhol, de azért amikor az embernek a megyéje is számol vele, akkor az mindig egyfajta öröm, és tényleg szeretett rokjönni ilyen helyekre, amikor megtalálnak a szervezők.
A rendezvény célja, hogy a vidéken élőket is bevonják a kultúrába, kiemelten az irodalmi életbe, hiszen a megyének nagy hagyománya van ebben a művészeti ágban. Ezt támasztják alá az irodalmi lapok is, mint a Vörös Postakocsi és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Két igen fontos folyóirat. Mindkettőnek nagyon komoly, színvonalas szerzőgárdái vannak, és ha az olvasó figyel arra, amit ebben a két lapban, ebben a két fontos folyóiratban kap, azt hiszem, hogy nagy segítséget kap majd ezáltal ahhoz, hogy a magyarságát, az identitás tudatát megőrizze, és bizalommal tekintsen a jövő felé. Az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című pályázat számos rendezvénnyel igyekszik megszólítani minden korosztályt. A gyerekektől a nyugdíjas korúakig mindenkinek készülnek programokkal. Tehetséges irodalmárok után pedig következzen egy fiatal, de nagyon tehetséges lovashölgy, a Magyar Lovasport Szövetség szabadidős szakág összesített ranglista 5. helyén végzett Csoba Lara, aki már itt ül a stúdióban, mellette pedig a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola büszke intézmény vezetője, Balogh Némester Éva. Sziasztok, jó estét! Szia, jó estét! Milyen jó így igazgatónő mellett ülni, hogy nem azért ülsz, mert egy igazgató itt készül neked beróni, igen, ugye? Kapott igazgató ide dicséretet. Igen. Dicséretet. Na, szépen, köszönöm. Hát gratulálunk Lara szívből ehhez a fantasztikus eredményhez, és mielőtt még arról beszélgetnénk, hogy hogy fér meg a lovasport, meg egyáltalán mennyire fontos egy általános iskolában, hogy egy tanulónak sportkarrierje legyen, akkor most koncentráljunk rád egy kicsit, és a lovakra. Ezt mondhatjuk, hogy ez egy szenvedély? Igen, igazából ez egy teljesen egy különféle életforma, nem csak egy sport, aki ezt a lovaglást űzi. Igazából ez egy karrier, ez egy szenvedély, amit tényleg szívből és alázatból csinálunk. Amikor már átmegy stressz helyzetbe és csak ingerbe, akkor az már nem jó, abba kell hagyni. Én azt gondolom, hogy a ló hát egy szuper érzékeny állat, és ugye ez egy egészen más sport, mint amikor valaki felül egy kerékpárra, vagy egy sí lécet csatol a lábára, hiszen itt egy érző állatról van szó, aki tényleg hiperérzékeny, ugye tudjuk, hogy a zajok és mindenféle fények is zavarják. Vissza tudsz emlékezni, hogy milyen volt az első találkozásod a lovakkal, a lóval? Ugye most 14 éves vagyok, és nekem az első találkozásom egy pónival volt 3 éves koromban. Akkor a ló 1,5 éves volt, teljesen fiatal csikó volt még akkor, és én is nagyon kisgyerek voltam. Te is egy kis csikó. Igen, akkor kaptam meg ugye életem első lovát, és ott kezdődött el nekem ez az egész karrier igazából. Akkor még nem nagyon érdekelt ez az egész, mert kicsi voltam, nem tudtam felfogni, hogy mekkora érték van a két kezem közt. Elkezdtem próbálgatni ezt az egész sportot. Tetszett, és minden, főleg úgy, hogy szüleimnek nagyon sok mindent köszönhetek, mert ők biztosították nekem ezt az egészet. És igazából akkor ültem fel lóra még kicsiként, mikor jött valaki, és tudtam úgy mutogatni, hogy miket tudok. A többiek a kortársaid a csillámpóniaikat mutogatták mondjuk egy vendégségnél, te pedig a saját húsvérpónidat, meg az azon való kis ügyességedet. Aztán volt, amikor kicsi voltam, és ugye volt pár ilyen lecsusszanásom, meg minden, amikor úgymond megijedtem, bár még akkor sem mértem, ha nem lett volna ugye félni tőle. És utána egy nyári napon, 2018-ban, egy saját táborunkon bekattant valami az agyamba, és utána eldöntöttem, hogy szívből, tényleg lélekkel szeretném csinálni ezt a sportot, és ugye 5 éve intenzíven űzöm. És akkor most már természetesen nem pónin. Igen, hanem nagy lovom. Volt, most már volt egy lovam 2 évvel ezelőtt, egy arab teli vérménem. Zia Nazannak hívták, vele kezdtem el, meg előtte volt egy Zeus nevű nagyon nagy holland sportlovam, egy szürkém, 188 cm marmagas volt, szóval póniról egy hirtelen nagyon nagy ugrás volt nekem. Hát gondolom felszállni is egyszerű egy ekkora lóra. Igen, mindig apáik löktek fel, segítettek nekem, edzőmnek nagyon sokat köszönhetek mind a kettőnek, Bubán Zsoltinak és Sarka Gábornak, ugró és díjlovas edzőmnek. Vele ugye az előtt tanított meg engem ugrani, és tényleg rendesen ülni, mert addig is ültem nagy lovam, de
póni úgymond biztonságosabb volt, mert arról leesni olyan volt, mint egy fotelről. Uh-huh. Persze voltak súlyosabb esések, mikor lóval együtt borultam, de akkor se adtam fel, hanem talpra álltam és mentem tovább. Ők ketten segítettek nekem, utána sajnos az arab talivérmélynemtől el kellett búcsúznom, mert egy sérülés miatt elvesztettem. Utána most van nekem egy sági arab 4 éves csikom, és őt képzem, tanítom, szabadidomítom, minden kis dologra megtanítom. Gondolom, metetet, tisztogatót, tehát minden, ami minden, a lóval kapcsolatos. Meghajlás, ágaskodás, ilyen trükköket is tud, és vele szeretném folytatni a karrieremet. Lara, én nekem most az jutott eszembe, hogy egyszer megbeszéljük egy stábbal, és kimegyünk, és ott te mesélsz a lovadról, és megmutatod, rendben. Mert szerintem egész este tudnál beszélni, és Ivanénit is szeretném csak egy pár perc erejéig szóra bírni. Mennyire általános az, hogy ilyen szenvedélyes sportolnak a bemben a diákok? Én roppant örülök neki, hogy nagyon sok bemes diák szeret sportolni, és elég széles a skála. És az, amit most Lara elért, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó eredmény, és ez a kitartás, ami ezt kíséri őnála, nem csak a sport irányában, hanem a tanulmányi munka, a társakhoz való hozzáállás, a csapathoz való hozzáállás, az, hogy hogyan végzi a munkáját az iskolában, akár a diák önkormányzatban lévő feladatok segítésében, azt hiszem, hogy minden diák számára példaértékű lehet. Mi nagyon örülünk annak, hogy ilyen diákjaink vannak, és különösen annak, hogy ilyen gyönyörű, szép eredményeket érnek el. Nagyon-nagyon nagy isteni áldás, hogyha valaki tehetséget kap, de ha nincs valaki, aki ezt felfedezze, akár a szülők, akik tudták és céltudatosan terelgetik, segítik anyagilag, és mindenben tulajdonképpen ott állnak, de néha egy pedagógus az, aki felfedezi, és most nem Larára gondolok, hanem mondjuk egy tehetséges énekesre, rajzol, vagy valakire, aki a képzőművészetben jó, tehát a tehetséggondozás is nagyon fontos. Színes a kínálat tehetségekből? Igen, én azt gondolom, hogy nagyon színes. Akármilyen művészeti területet mondok, a rajzot, akár még énekből is, nagyon szép eredményeket érnek el a gyerekeink. A sportban, hát nyilván a BEM nevéhez az hozzá tartozik a sport, és az a nagyon jó, hogy nem csak a röplabda és a kézilabda sportákban, hanem számos sportákban a gyerekek nagyon jól tudnak teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ez a sporthoz egy nagyon fegyelmezett magatartás szükséges. A fegyelmezettséget, azt, hogy legyen céltudatos, legyenek céljai, tervei, nyilván egyrészt otthonról hozza, másrészt, amit az iskola hozzá tud tenni a személyiségfejlesztéshez, azt mi megpróbáljuk hozzátenni. És igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy évvégén, amikor emlékplakett kiosztásra kerül a sor azon gyerekek körében, akik nagyon szép eredményeket értek el, tehetségek, hát ilyen 150 körüli az a 630 gyerekből, akinek tudunk adni tényleg országos első 10 helyezésért, vagy megyei első 5 helyezésért valamilyen emlékplakettet és dicséretet, és nyilván hát Lara már ezt megérdemelte, tehát ezt már most megelőlegezhetem neki. És hová tovább, Lara? Melyik középiskolában folytatod? Én nagyon szeretnék ugye a Krudiba felvételt elnyerni, mivel ugye lovam halála után nagyon nagy tűz robbant fel, vagyis még nagyobb tűz, inkább ég így bennem, hogy állatorvos legyek. És ugye folytassam, főleg, hogyha lesznek lovaim, hogy ne más keze alá feküdjön be, hanem inkább én ápoljam, és én gondoskodjak róluk, tényleg tiszta szívből beleadni mindent. És aztán ezt meg is írhatod, mert ez egy nagyon, nagyon jó kis regény is lehetne akár. Lara, köszönjük szépen, hogy itt voltál, megszervezzük a kis interjút veled, és hogy lássuk a lovakat is, meg köszönöm, ezeket, amiket tanulnak. Mi pedig gratulálunk a pedagógusoknak, köszönjük, és az iskolának szépen. Is a szép sikerekért. Kedves köszönjük. Nézőink, most tartunk egy kis szünetet, de ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk a Weekend második részével. Kedves nézőink, a Weekend első részében már volt szó tehetséges irodalmárokról és lovasról. Most a tehetség egy újabb ágával, a BMX versenyzéssel folytatjuk, vendégünk pedig Újvári Zoli lesz. Szia, jó estét kívánok én is mindenkinek. Érdekes dolog ez, nem? Amikor az embert összehasonlítják egy tehetséges irodalmárral, vagy képzőművésszel, vagy egy lovassal. De hát ez egy ugyanolyan, azt gondolom, hogy ugyanolyan művészet, amit te művelsz. Ez egyértelmű, és ugyanolyan kreativitás szükséges szerintem is hozzá, mint bármilyen más sporthoz, vagy legyen szó tényleg zenéről, vagy bármilyen más művészeti formáról. Mert hogy agyban dől el itt is sok minden? Hogy érzed? Én amióta már így a profi szinteken mozgok, egyre jobban érzem azt, hogy
több része múlik agyban, mint fizikálisan. Nyilván egy fizikális erőnlét is kell magához ehhez a sporthoz, de amióta sokat versenyzek, egyre jobban látom azt, hogy mentálisan sokkal több dolog dől el. A BMX-ről nekem korábban az volt az asszociációm, hogy ilyen hiperaktív kis csávók ülnek, és akkor tekernek, és a saját határaikat igyekszenek feszegetni, meg méregetni. De ez, amit mondtál, éppen ellent mond ennek, hogy itt kell egy baromi nagy higgadság, egy nyugodtság, és minden helyzetben uralni kell nyilván a BMX-et, illetve a saját tested is. Ezzel maximálisan együtt tudok én is érteni. Nagyon sok embernek egy másfajta sztereotípia van beállva az agyában, mint BMX-esekről, de mióta olimpiai sportág, így mi is teljes rangú sportolók vagyunk, és én is személy szerint maximálisan sportolói életet élek, napi két edzéssel, és a fizikális erőnlétemen kívül a mentális higiéniámről, meg a mentális egészségemről is ugyanúgy figyelek. Hát egy világkupa futam legjobb magyarja lettél, úgyhogy ehhez szívből gratulálunk. Mesélj erről, mit kellett tudni, vagy mit lehet tudni erről a kupáról egyáltalán, hogyan értékeled a saját teljesítményed, elégedett vagy-e, vagy azért vannak még célok? Igazából ezt az évet én Amerikában kezdtem egy 6 hetes edzőtáborral. Konkrétan az egész keleti partot bejártuk az edzőnkkel, Jós Adanival, valamint még két másik csapattaggal. És ott maximálisan fel tudtunk készülni az első világkupa fordulóra, ami pedig Szaúd-Arábiában volt 2 héttel ezelőtt körülbelül. És ez a világkupa forduló az első volt az 5 közül, ami ebben az évben meg lesz szervezve, és ez volt ugyanakkor az első olimpiai pontszerző versenyünk is. A teljesítményemmel én maximálisan elégedett vagyok, hiszen a felkészülésemhez képest tényleg a maximumot tudtam nyújtani a pályán. Igen, magyarként én végeztem a legjobban, külföldi mezőnyben pedig olyan középmezőny lett a végeredmény, amivel igazából elégedett vagyok, nyilván motivál arra, hogy még jobban teljesítsek a jövőben, és még jobb eredményeket érjek el. Zoli, mennyire számított az, hogy te mondjuk az USA-ban készültél fel? Mivel itthon a lehetőségek nem csak, hogyha csak a pályákat nézzük, akkor is nyilván Amerikában sokkal jobb pályákon tudtunk készülni, de mivel az időjárás itthon elég hideg volt, valami nincsen nagyon fedett vagy fűtött lehetőség nekünk gyakorolni, így sokkal többet hozzánk tett felkészülésben ez az amerikai kis utazás. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen nyilván, mint minden sportban, azért rettenetesen sokat számít az, hogy mit engedhet meg magának egy sportoló. Tehát hiába jó agyban, hiába jó technikailag, hogyha mondjuk egy felkészülési időt egy olyan országban kell kénytelen tölteni, ahol nem optimálisak a feltételek. Igen, igen, ez egyértelmű, és nekünk is azzal van óriási nagy szerencsénk, hogy a Kerékpáros Szövetség be tudott mögénk annyira állni, hogy részben ki tudták fizetni nekünk az utazásunkat, és nem a teljes költségeket kellett nekünk álljuk. Nyilván, hogyha ez nem jött volna össze, akkor valószínűleg az én teljesítményem is gyengébb lett volna a versenyen. Na de összejött, hál' Istennek, úgyhogy most ez a lényeg. És milyen volt a Szaúd-Arábiában? Azért még tél volt, tehát nem 50 fokban kellett tekerni, úgyhogy mondhatjuk, hogy ott is ideális volt minden? Szaúd-Arábia, mivel az Arab-félsziget kellős közepén helyezkedik el a sivatagban, így ott most meleg konkrétan volt. Olyan nyári időjárás van, mint nálunk nyáron, hiába ott is téli időszámítást számolnak. Úgyhogy meleg volt, az időjárás egyébként száraz volt, szóval nekem személy szerint tökéletes volt a versenyzésre. Na és akkor mi lesz, ugye ezt mondtad, ez volt az első, meg voltak az olimpiai pontszámok, tehát akkor úgy érzed, hogy már az első nehézségeken túl vagy? Igazából lehetünk optimisták? Én mindenképp optimista vagyok minden helyzetben. Én úgy gondolom, hogy ezt az évet egy jó eredménnyel indítottam, és adott egy bizonyos önbizalmat számomra, amivel tudok tovább haladni. A következő világkupa állomás az Franciaországban lesz, Montpellierben május közepén, és hát majd külföldi mezőnyben ott mérettetem meg magamat legközelebb. És akkor ilyenkor ugye azért most már március közepe van, alig 2 hónap, bízol abban, hogy most már jó idő lesz, és Magyarországon is lehet készülni, vagy esetleg lesz még egy ilyen kis felkészülés valahol egy optimálisabb helyen? Igazából most már tudok kint edzeni szinte minden nap, nyilván, hogyha jön egy kis eső, akkor mondjuk egy nap kimarad, de szerencsére Debrecenben most nyitották meg Magyarország legnagyobb és véleményem szerint a legjobb pályáját, így minden nap át tudok oda járni, edzeni,
természetesen időjárástól függetlenül, de most addig a versenyig én itthon tervezek nyugalomban lenni egy kicsit. Elhoztad a keródat is, ezt most egy kicsit fejreállítottuk, de hát gondolom, hogy néha így utaztatod, vagy így szállítod. Úgy ránézésre az ember azt gondolná, hogy ez nem tud olyan sokkal többet, mint a többi hasonló felépítésű BMX, de hát azért cáfolj meg, Zoli, mennyit ér egy ilyen járgány? Hát egy ilyen BMX-nek, egy profi BMX-nek az ára az olyan 5, 6 és 700 ezer forint környékén mozog. Amit tudni kell róla, tehát akik versenyeznek, ők összerakják a kerékpárt, nem kompletten veszik, hanem minden alkatrészt én is külön vásárolok meg, és úgy szerelem a biciklit össze. Igazából figyelek arra, hogy súlyban a lehető legkönnyebb legyen, hogy minél könnyebben tudjam a levegőben mozgatni. Ez hány kiló? Olyan 9 kiló körül mozog most a súlya. És emellett nyilván figyelek a strapa bíróságára, hiszen elég nagy terhelésnek van kitéve, amikor leérkezünk, és tényleg nagyon magasra felmegyünk a levegőben. Úgyhogy igyekszek arra, hogy egy-egy érkezésnél, ahogy eltörjön alattam valami, és minden tovább kihúzza. Te magas srác vagy, ez előny vagy hátrány a BMX-ben? Sokan azt gondolják egyébként, hogy hátrány, de én nem érzem azt, hogy nekem ez egy hátrányos tulajdonságom lenne, hogy én most magas vagyok. Biztos, akik alacsonyabbak, sokkal kevesebb erőfeszítéssel tudnak pörögni, forogni, de ugyanakkor én ezt szoktam meg, és nem érzem egyáltalán azt, hogy... Már nem emlékszem, milyen volt kicsinek nem lenni. Emlékszem azt, igen, nem emlékszem arra, hogy milyen volt kicsinek lenni, és nem érzem azt, hogy a magasságom gátolna egyáltalán. Már csak egy kérdésre maradt idő. Tudjuk-e követni mondjuk a francia versenyt valahol? Hát reményeim szerint az Eurosport fogja közvetíteni. Nem tudom, szerintem a Szaúd-Arábiai versenyt azt nem közvetítették most, de az Eurosporton, vagy pedig a Világkupának a YouTube csatornáján esetleg lehet lesz követni, igen. És gondolom utána valamilyen közösségi médiában. Közösségi médiában természetesen én is mindig beszoktam számolni az eredményekről, vagy hogy éppen hogy sikerült egy adott verseny. Nagyon büszkék vagyunk rád, és köszi, hogy köszönöm. Itt voltál, sok sikert. Köszönöm szépen. Így néz ki a Nyíregyházi Kulturális Negyed legújabb múzeuma, közvetlenül a Szent Atanász Hittudományi Főiskola szomszédságában. Az épület tervezője ugyanaz a Balázs Mihály építész, aki 20 évvel ezelőtt a főiskolát tervezte, ezúttal azonban a tégla helyett tört fehér vakolat határozza meg a külső megjelenést, mondta Szabó Irén, a Görögkatolikus Múzeum és Tanulmányi Ház igazgatója. Az épületnek a karaktert adó része a homlokzaton található 9 ablak mélyedés. Ezek valóban ablakok, de a felde részen található opál üvegek azok, amelyek bevilágítják a belső tereket. Mert ezek az építészeti elemek kettős funkcióval bírnak, egyrészt nagyon is gyakorlati szerepük van, másrészt pedig szimbolikus jelentésük. A gyakorlati szerepük az, hogy a belső tereket akkor is, hogyha nincs energiaellátás, akkor is be tudják világítani, de nem direkt fénnyel, hanem szűrt fénnyel. Másrészt pedig az ablakok közötti terek, azok belülről 4 emelet magasságig végigfutó, kürtőszeren végigfutó terek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a földszinttől a 4. emeletig kinyitva az ezeken található szellőző nyílásokat friss levegővel tudjuk átszellőztetni az épületet. Szabó Irén arra is rámutatott, hogy az ablakívek és a földszinti bejárat fölötti árkádok csipkézete a görögkatolikus templomokban található ikonosztázok szerkezetét idézi meg. Eredetileg mozaikokkal díszítették volna, de időközben változtattak a terven. Valójában nem akarunk falat díszíteni, bár a terveink között szerepelt eredetileg, hogy ezeket az ablakmélyedéseket mozaikkal díszítjük. Úgy tűnik, hogy ebből festés fog megvalósulni már a nyitásra. Egyszerű, a bizánci templomoknak a mozaik díszítését idézve ezekben az ívekben lesz majd díszítő festés.
Ez pedig az első emeleti kiállítótér, amely időalagúttal várja majd az érteklődőket az opál üvegen átszűrődő fényben. Időalagút, ez azt jelenti, hogy a görögkatolikus egyház története kezdetektől napjainkig, párhuzamba állítva a magyar és egyetemes köztörténeti eseményekkel, de rendhagyó módon nem csak szövegeket, hanem képeket is bele kombinálva tudja végigjárni a látogató. És tulajdonképpen azt, amit a látogató, a nagy kiállító térben végignéz, információkat itt egy időkeretbe is be tudja helyezni. Az első emeleti időalagút mellett található az Észak-Kelet Magyarország különféle templomaiból származó ikonokból álló kiállítás. Egyebek mellett Tolcsváról, Nagydobosról, Kántor Jánosiról, Hodászról, valamint a Néprajzi Múzeumból kerültek ide ezek a műtárgyak. Ugyancsak az első emeleten található a magyar komjátról, vagyis a mai Ukrajna területéről származó ikonosztáz, amelyet mintegy két éves rekonstruálási munkálat után 80%-ban sikerült helyreállítani. A múzeum második emeletének kitekintő ablakai révén egészen közelről és más perspektívából is megtekinthetők az első emeleti ikonok, de ugyanitt egy önálló gyűjtemény is helyet kapott. Szabó Irén úgy fogalmazott, a múzeum létrejötte kettős küldetésnek tesz eleget. Az első és legfontosabb dolog, hogy a egykori Munkácsi Egyházmegye, vagy a történeti Magyarország területén élt görögkatolikusság egyházművészetihez és történetihez kapcsolódó tárgyi egyházművészeti anyag írásos dokumentumoknak a összegyűjtése, kutatása és hozzáférhetővé tétele. A másik nagyon fontos, hogy a ma Magyarország területén fölelhető és a keleti egyházi kultúrához kapcsolódó tárgyi anyagodnak is helyt adjunk. A gyűjteményünket 1983-ban alapította Timkó Imre püspök, és Nagy Mihály Géza görögkatolikus pap és művészettörténész gyűjtő munkájának tekinthetően az alapgyűjteményünk az a mai Magyarország területén található görögkatolikus egyházközségeknek a használaton kívüli liturgikus tárgyai egyházművészeti alkotásai. Ez az alap, ami a gyűjteményünk alapját képezi. A másik dolog természetesen, mint minden múzeum, elfogadunk adományokat, tehát ajándékozással és vásárlással gyarapítjuk a gyűjteményünket. A múzeumunk, ahogy említettem is, ajándékozással és vásárlással is gyarapszik. Amikor elkezdődött a múzeum építése, ennek a hírére azt tudom mondani, hogy elkezdtek vándorolni hozzánk a tárgyak. Részben a felajánlások, ajándékozások, egyházközségektől, magánszemélyektől egy-két darab tárgy, mindegyik kivétel nélkül nagyon izgalmas, érdekes, hosszan tudnék mesélni róla, és komplett hagyatékok is, mint például az itt látható Von Lajos ikongyűjtőnek a hagyatéka, akit az örökös csak ide ajánlották fel a múzeumnak. Az itt látható ikonok elsősorban a magánáhítatnak a tárgyai, tehát olyan vallásokat gyakorló magánszemélyek, akik az otthonaikban az egyéni ima élet támogatásaként, vagy az áhítat elmélyítéseként ikonokat helyeztek el. Az itt látható ikonokat tematikus csoportokba raktuk, az egyik oldalon a Mária, különböző típusú Mária ünnepek, illetve Mária tiszteletnek a kazányi istenszülő, vagy a mindenkor segítő istenszülőnek az ábrázolásai. Aztán a Szent Háromság ábrázolások, Krisztus ábrázolások, illetve a nagy ünnepeknek egy-egy ikonja látható. És amivel zártuk ezt a teret, vagy ezeket a tematikus egységeket, az utolsó ítélet ikonábrázolás, ami szintén egy ritka, és ma már nehezen érthető, de kibontva nagyon izgalmas jelentést hordozó ikon. Tematikus egységet alkottunk, tehát a kurátor döntése alapján kerültek egymás mellé. Ez a két ikon az utolsó ítélet ábrázolások típusába tartozik. Az 1400-as évektől elterjedt egész Európában, templomi falfestményként is, majd pedig már a romániai stílusú templomok falfestményein is elsősorban az északi falon találkozhatunk ezzel az ábrázolással, de a 18. századig élt ez az ábrázolás típus a fa templomokban, például Észak-Magyarország, illetve ma már ugye Szlovákiához tartozó területek fa templomaiban is láthatunk ilyeneket. Ez két
fa táblára festett ikon, de a téma tradicionális ábrázolását mutatja. Ez tulajdonképpen az egész üdvrendet foglalja össze, hogy mi a világrendje, legfölül ugye a trónoló Krisztus, az utolsó ítélet, ahogyan a halálunk után oda kerülnek az emberek, a Krisztus két oldalán ott vannak az üdvözültek, alatta a lábainál ugye az nyitott könyv, amiben mindenkinekről ott van az írás, egyik oldalán Mária, másik oldalán keresztelő János, alattuk a mérleg, az sokszor úgy ábrázolják, hogy a mérleg ugye a felhőből kinyúló kéz, az Isten kezet tartja ezt a mérleget, és az egyik oldalában egy angyal pakolja a jelöltnek a jó cselekedeteiről az érdemeket, a másik oldalon a kísértő pedig a gonosz cselekedeteket helyezi bele, és ugye ezen az ábrázoláson is úgy látjuk, és a másik itt látható képen is, hogy ugye a jó cselekedetek oldalára billen a mérleg, és akkor az üdvözültek irányába megy, és ha lejjebb megyünk, akkor a tisztító tűz, illetve már a keresztre rátekeredő kígyónak a képe, és a kígyón egy szövegszalag van, amin ugye a bűnöknek a sorozatát lehet olvasni, és alul pedig ugye a kárhozottaknak ugye a utolsó ítélet folyójában a kárhozott lelkek. A másik, ez az egyik ikon, a másik ikon egészen részletesen kicédulázza, és meg is festi az egyes bűnöknek a képviselőjét, tehát a torkosság, a hiúság, a paráznaság, házasságtörés, a lopás, tehát itt sorba-sorba. Ezek nyilván azon túl, hogy apokaliptikus látomás, ugye a Jelenések könyvének részletei jelennek meg képi formában, ezeknek nagyon erős morális tanító célzatuk volt. Szabó Irén hozzátette, a május 1-én nyitó múzeum földszintjén a tervek szerint olyan időszakos kiállításoknak is helyt szeretnének adni, amelyek akár a kortárs görög katolikus kötődésű alkotók munkáit is be tudják mutatni. Ha az autizmus szót halljuk, akkor általában mindenkinek eszébe jut már a kék szín, a rengetegféle fejlődési zavar, és itt Nyíregyházán Farkas Árpád neve, aki folyamatosan az autistákért dolgozik. Most épp egy filmet készít, és egy jótékonysági futást szervez, és nemrégiben arra is rájött, hogy immár mindez 10 esztendeje teszi, most pedig itt ül velem szemben a stúdióban. Szia Árpi, jó estét! Szeretettel köszöntöm, kedves nézőinket! Szóval 10 éve. Kezdődött mindez, mint ahogy általában azok, akik egy ügyet nagyon, hogy is mondjam, szenvedéllyel, tiszta szívvel, teljes gőzzel csinálnak, érintett is vagy a témában. Tudod, hogy mit jelent egy autista gyermeket nevelni, és tudod, hogy mennyi nehézségen kell átmenni, sokszor milyen emberi reakciókkal kell szembesülni, úgyhogy nem véletlen, hogy ilyen hajtóerővel dolgozik ez a motor benned immáron 10 éve. Amikor elkezdtétek, akkor mi volt a cél, és most ez alatt a 10 év alatt, hiszen nagyon sok eredményt tudtok már felmutatni? 10 évvel ezelőtt is ugyanazok a célok mozgattak, mint most. Az első számú motivációs tényező, ugye a immáron 18. életébe belépő Laura nagylányom, akkor még ugye pici volt. És az volt az elsődleges cél, hogy az ő állapotán, illetve a társai állapotán segítsünk. Külföldi nemzetközi tanulmányokat, kutatásokat vettünk górcső alá, és akkor már feltűnt az, hogy mainstream-mel ellentétben lehetne ezeken a gyerekeken különböző biológiai eljárásokkal segíteni, és ezeknek a orvosi protokolloknak a megismertetése, mint szülőkkel, mint a szakmával az elsődleges célunk. Menet közben pedig itt a kultúra, sport és mikor minek a segítségével igyekeztünk érzékenyíteni a társadalmunkat erre a nagy kívásra. Ráadásul érdekes módon a környezet is érzékenyíti a társadalmat, hiszen
Azt gondolom, hogy a 10 évvel ezelőtti számokhoz képest meg sokszorozódott az autizmussal élő gyerekek száma. Tehát akár tetszik, akár nem, ezzel szembe kell néznie az oktatásnak, az óvodáknak, és később pedig a munkahelyeknek is, hogy vannak olyan emberek, akik egy kicsit másképp látják a világot. Én is követem 10 éve a te munkálkodásodat, és ami számomra nagyon szimpatikus, hogy letettétek a voksot tulajdonképpen egy vonulat mellett, tehát hisztek abban, hogy biológiai módszerekkel, táplálkozással lehet segíteni, ugyanakkor nem utasítjátok el az oktatás jelentőségét, sőt, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szimpatikus álláspont, amikor globálisan próbáltok a problémán segíteni. Nemrégiben egy könyv is megjelent, amely szintén az alapítvány támogatásával érhető el itt Magyarországon. Ott is ilyenfajta tudományos dolgokat mutattok be? Az alapítványunknál, az egyesületünknél? Természetesen ott is ezek a tudományos dolgok, tehát 10 évre visszamenőlegesen folyamatosan váltak a különböző szintű edukációs programjaink, először szülőknek felvilágosító előadások voltak, majd az orvosoknak, és legutoljára elmúlt másfél-két évvel ezelőtt sikerült az egyesületet leakreditálni a Debreceni Orvostudományi Egyetemnek, tehát effektív az orvosoknak kreditekért is tudunk minősített előadókkal előadásokat tartani. Mik azok a témák, amiben például egy szülőnek felvilágosulásra vagy felvilágosításra van szüksége, mondjuk így a táplálkozás vonatkozásában, mert ugye a gyerek viselkedése általában az autista gyerekek sem ugyanúgy viselkednek, tehát ahányan annyi félék, vannak hasonló vonások, amik ugye sok esetben visszaköszönnek, de mégis hogy látod, miben van a legtöbb segítségre szüksége a szülőknek? Nem csak a szülőknek, a szakembereknek is, ez egy másfél-két évtizednek a megerősödött vívmánya, az úgynevezett nutrigenomika, nutrigenetika, hogy a táplálkozásnak milyen hatással vannak az immunrendszerünkre, a genetikai állományunkra, és nagyon nehéz elhinni ezt, mint laikusnak, mint szakembereknek, hogy egy egyszerű, zárójában persze az egyszerű diéta segítségével változtathatunk a magatartásán, a hiperaktivitásán, és még nagyon sok tényezőjén a gyereknek. Ugye, de ez nem úgy működik, hogy most akkor bizonyos ételeket adok a gyereknek, hanem vagy nem adok. Ehhez azért elég komoly orvosi beavatkozásokra, vagy laboratóriumi vizsgálatokra is szükség abszolút van. Abszolút, és itt óvaintenék bárkit is, hogy saját kontójára bármiféle elinimált étrendbe hozzákezdjen, hiszen ez nagyon komoly hiány állapotokat okozhat. A nemzetközi trendek is sem, a képviselői sem, a bölcsekkövét sem egy új terméket, csodaszert nem kívánnak itt értékesíteni, hanem mindösszesen részletesebb, tüzetesebb górcsővel elvették az emberi szervezetet, anyagcsere zavarok, emésztőrendszeri zavarok, és hosszan sorolhatnám, hogy milyen kórképek után kutatva, és amelyik beigazolódik, akkor annak megfelelően a mindenkori orvosi protokollok betartása mellett véghez kell vinni az diétát. Ha egy autistának, ha mondjuk elvonjuk a gluteint vagy a kazeint, nem azért kell elvonni, mert autista, hanem a háttérben olyan indokolt anyagcsere betegségek vannak, aminek kötelességünk ezt betartva eleget tenni. Hát ez a végső cél egy olyan laboratóriumnak a kialakítása lenne, ahol ezt tudják ugye ellenőrizni folyamatosan, hiszen ez egy élethosszig tartó diétává kell, hogy váljon. Április 2-a vasárnap lesz az autizmus világnapja, ilyenkor nagyon sok városban, Európa és az egész Föld számos különböző pontján jeles épületek kékbe öltöznek tulajdonképpen, az Eiffel-torony is kéken világít, és valahogy ugye megpróbálják a lakosság figyelmét felhívni arra, hogy olyan emberek is élnek közöttünk, akiknek az átlagtól több segítségre van szüksége. Eddig itt Nyíregyházán a Kossuth téren szerveztetek egy-egy felvonulást, ott voltak lufi eregetések, most viszont valami másra készültek, az erdei torna pályán egy közös futásra, illetve gyalogelásra. Mit kell erről tudni, Álpi, mesélj erről a programról? Sétálj, szaladj, fuss, ez a fő mottunk, és támogatott a beteg gyerekeknek a gyógykelezelését. Egy nagyszabású rendezvényt szerettünk volna most április 2-ára létrehozni, mondhatom, hogy a Covid után ez az első szabad április 2-ánk.
Itt Nyírbátortól, Mária Pócstól folytatólag Gáva Vencselő, Nyíregyháza, és még sok hosszasan sorolhatnám, hogy honnan kapcsolódnak be magán civil szervezetek és vállalkozók támogatva ezt az eseményt. Illetve a nyíregyháziként az egész dolognak a pigantériája, a kuriózitása, hogy itt nem csak autizmus világnapot, hanem hagyományteremtő jelleggel dr. Endre Fildikó munkásságának emléket állítva egy emléknapot szeretnénk rendezni. Fildikó volt Magyarországon az egyedül ilyen orvos, aki ennek a biomedikális kezeléseknek, illetve a kutatásaival foglalatoskodott, egy olyan 3,5 évtizeden keresztül anyagcserevizsgálatokat végzett, szerzett és örökölt betegségekben, és a anyagcsere vizsgálataival sikerült kimutatni az autizmusban rejlő hibákat, és ezt orvosolta különböző szintén táplálkozási tanácsaival. Na hát akkor a közösségi oldalon is lehet követni, mivel 9 órakor kezdődik, 8-9 között már ugye az erdélyi tornapályán várjátok azokat, akik ott regisztrálnak és részt vesznek az eseményen. Árpi, köszönjük szépen az információkat, találkozunk április 2-án. Mi is köszönjük szépen, és kérem, keressék a Most Élsz Egyesület oldalt, és regisztráljon mindenki. Az autizmus világnapi séta tehát április 2-án lesz, de addig is számos program várja önöket megyeszerte. Belső utazások címmel nyílik Mandala kiállítása Hadászi Krisztinának Nyíregyházán a Vasutas Művelődési Házban március 20-án. Közel 3 évvel ezelőtt kezdett a festéssel foglalkozni, autodidakta módon képezte magát. Nem csak vászonra, csészére, kulcstartóra, de akár régi hanglemezre is fest, hiszen szenvedélye az alkotás. A kiállítás április 22-ig tekinthető meg. Az országnak ez a legtávolabbi része, az egész ország legcsodálatosabb darabja, a történelmi Magyarországnak utolsó tündéri mezeje. Így jellemezte egykor Móri Zsigmond Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vidékeit. Akár pedig nem legújabb albumán olyan írók költeményeit zenésíti meg, akik tündérmező különféle lelki tájképeit örökítették meg. A lemez bemutató koncert március 22-én lesz a Korona Hotelben. Március 24-én a 30Y ad koncertet Nyíregyházán a Klub Hollywoodban. A pécsi rockzenekar több mint 20 éve meghatározó szereplője a hazai könnyűzenei klub és fesztivál életnek. 11 nagy lemez, tucatnyi online hanganyag és több mint 20 videóklip után most újra a nyíregyházi közönség előtt lépnek színpadra. Vendég az 1-5-1 formáció lesz. Vers and Slam Poetry március 25-én a Musterházban. Bárki vihet verset, szlemet, vagy bármilyen szöveget, amit a helyszínen felolvashat, előadhat. Pizza lesz, éhezni senki nem fog, és a jó hangulat is garantált. Hullam be a festőművésznek nyílik kiállítása április 4-én Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban. A Móri születésű 3 gyermekes édesanya olajfestményeit eleinte egyszerű kubista vonalvezetés jellemezte, mára egy nem behatárolható, sajátos stílust alakított ki. A borvidékek és a toszkán dombok után az elmúlt 3 évben főleg női portrékat festett. A kiállítás április 30-áig tekinthető meg ingyenesen. Húsvéti kerékpár túrára vár mindenkit a Zöld Kerék Alapítvány. Nyíregyházáról indul a túra április 7-én, az 52 km után pedig Bátorligeten lehet megpihenni. Innen indul másnap az 50 km-es tekerés a Nagykárolyi Kastélyhoz. A tavaszindító bringás kalandozásra március 24-ig lehet jelentkezni. A városi sportcsarnokban rendeznek jótékonysági retro estet Tiszavasváriban április 15-én. A hangulat felelős DJ Nandi lesz, aki mellett DJ Dominik és az UFO Update is szórakoztatja majd a közönséget. Tiszavasvári önkormányzata a bevételből a város civil szervezeteit, valamint a sportegyesületet támogatja. Április 22-én a trombitái a főszerep Ibrányban. Ekkor első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szerveznek vármegyei trombita versenyt az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárban. A rendezvény színvonalát emeli majd a Kelet Brass Band műsora. Kedves nézőink, a Weekend már a véget ért, de jövő héten ugyanebben az időben újra jövünk, hasonlóan érdekes témákkal, tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!